Március 15-én azokról az ifjakról emlékezünk meg, akik saját életüket is feláldozva küzdöttek Magyarország szabadságáért. Ennek apropójával fogok beszélgetni a gyerekekkel arról, mit jelent számukra a szabadság, a hazafiság, és mit jelent a küzdelem. Ez itt a Gyerekasztal ünnepi adása, én pedig Kristóf Eszter vagyok a műsorvezető. Sok szeretettel köszöntöm a három márciusi ifjat, László Sámuelt, Korompai Kornélt és Hella Ármint. Sziasztok, fiúk! Sziasztok! 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 Nagyon jól néztek ki, látom, ünnepélyesen felöltöztetek, jól áll nektek a kokárdátok is. Elmondaná valaki, hogy miért hordunk ilyenkor kokárdát? Ezt először a francia forradalomban használták, ott természetesen még francia színekkel, viszont aztán itt a forradalomnál, itt a pesti forradalomnál, itt a Petőfi, a Jókai feleségei is vartak ilyen kokárdákat, és akkor itt több nap alatt ilyen rengeteg kokárda elkészült, és akkor így ezt hordták. Minek apropójából hordták, Sámuel? Mikor vették föl ezt a kokárdát? Hát akkor, amikor elkezdtek tüntetni a szabadságért, a Pilvax kávéházban, amikor bent voltak, akkor kezdték el hordani ezeket a kokárdákat, és ugye amikor vonultak és felolvasták a műszaki, meg a többi egyetemen a 12 pontot, meg a nemzeti dalt, akkor már nem csak ők, a márciusi ifjak, hanem a többi ember is elkezdte hordani a kokárdákat. Kornél, tudnál nekem mondani egy pár szemét, akik ebben az időben nagyon híresek lettek, akiknek köszönhetjük azt a szabadságharcot? Hát a Petőfi Sándor, ő írta ugye a nemzeti dalt, még volt a... Kossuth Lajos. Kossuth Batthyány. Így van. Vasvári Pál. Nagyon bátor emberek voltak, hiszen küzdöttek és harcoltak azért, hogy a magyarok szabadok lehessenek. Ti kimernétek menni az utcákra és kiáltani, hogy gyertek emberek, menjünk, küzdjünk a szabadságunkért. Kornél, te kimernél állni ennyi ember elé, mint Petőfi Sándor? Hát nekem ekkora bátorságom azért még sose volt, de hogyha ezt meg akarnám csinálni, hát én kiállnék. Kiállnék ezért. Ármin? Hát, szerintem én is. Hát, ti nagyon bátor fiúk vagytok, biztos vagyok benne, hogy ti is megmennétek ezt lépni. Annak idején ez tényleg óriási bátorságra vallott, hiszen sokakat ezért börtönbe is csuktak, hogy felmertek szólalni a vezetőség ellen. Szerintetek milyen lehetett akkor élni az embereknek? Samu, te gondolkoztál már azon, hogy milyen lehetett akkor a közhangulat? Elég feszült, van egy olyan érzésem, hogy elég feszült lett volna, mert mond egy rosszat, akkor megjelennek a katonák, hogyha hallják, akkor megy a börtönbe, és akár, hogyha nagyon kegyetlenek akarnak lenni a vezetők, akkor akár meg is ölhetik. Tehát van egy olyan érzésem, hogy mindenki izgult, hogy nehogy valami rosszat mondjak osztrákok ellen, mert akkor megölnek. A szabadságról is fogunk beszélgetni. Kíváncsi lennék arra, hogy nektek mit jelent ez a szó, Kornél? Az jut eszembe róla, hogy azt csinálok, amit szeretnék, abban hiszek, amiben szeretnék, úgy beszélek, ahogy szeretnék, hogy nem mások döntenek, hogy én mit csinálok. Nekem is ezek, meg hogy akármit írhatok, nem szabályozzák meg, és akármit olvashatok is, nem csinálják azt, hogy egyik embert ugye így nagyobb rangra teszik, másikat kisebbre, meg nem dolgoztatják egyfolytában. Az újságban azt írok, amit akarok. Hát igen, hogy azt mondom, amit akarok. Nem az van, hogy ez a katona most megmondja nekem, hogy mit mondhatok és mit nem. Oda mehetek, ahova akarok. Nem az van, hogy... Hát ugye ez inkább a szocializmusban volt, hogy nem mehetsz ki abba az országba, ahova te most szeretnél. Hát meg igen, nekem is ez a szabadság, azt jelenti a szabadság, hogy szabadon élhetsz. Nem az van, hogy stresszelsz minden pillanatban, hogy nehogy rosszat mondj. Szerintetek most szabadságban élünk, vagy ugyanolyan sanyarú sorsunk van, mint annak idején? Ti hogy élitek meg gyerekként? Kornél?
Hát most szabad országban élünk, hál' Istennek. Igazából igen, szabadok vagyunk. Most a koronavírus miatt sajnos be lettünk zárva, ezért a szabadságunkat egy kicsit elvette ez a járványhelyzet. Ti hogy érzitek magatokat? Rossz így bezártan? Vagy azért feltaláljátok magatokat otthon, Ármin? Hát igen, hát azért rossz, mert ugye nem lehet, ugye 8 óráig haza kell érni, meg. De amúgy fel tudom így otthon magamat találni, hogy mit csináljak. Samu, te hogy érzed magad? Hiányzik a közösség? Hiányzik az, a hiányoznak azok a tevékenységek, amiket régen megtehettünk? Igen, nagyon hiányoznak. Hát a baráti találkozások, ami nagyon hiányzik, a másik, hogy nem járhatunk gyülekezetbe, hát meg, hogy ugye félni kell, mert hogyha van idős hozzátartozód, és te elmész valahova, akkor nehogy elkapd a koronavírus, és nehogy megfertőzd őt, meg hát nekem általában későn szokott lenni az edzésem, kb. 3-4-8-ra szoktunk hazaérni, és akkor most van az az izgalom, na, hogy most dugóba kerülünk-e, és akkor elhúzódik egy 8-ig, és akkor jönnek a rendőrök, és igazoltatnak, és akkor megbüntetnek, mert nem értünk haza 8-ig, tehát azért ez így elég furcsa érzés. Hát a szabadság valóban nagyon nagy kincs, úgyhogy nagyon várjuk azt, hogy végre véget érjen ez a járványhelyzet, hogy szabadon közlekedhessünk, szabadon lehessük szeretteinket, a nagyszüleinket meg tudjuk látogatni. Várjátok már ezt az időszakot, Kornél? Én már nagyon várom. Beszéljünk egy kicsit a hazafiságról. Számotokra mit jelent a hazafi szó? Ki az, aki hazafi? Ármin. Hát az, aki mindent megtesz a hazáért, akár még az életét is feláldozza, minden erejével segíti, hogy jól működjön az az ország. Samu? Hát nekem azt jelenti a hazafi szó, hogy bármennyire például itt Magyarországon lehet, hogy valaki ős magyar, már minden felmenője magyar, de inkább csak a hazáért rosszat tesz, de hazafinak nevezik, mert minden felmenője magyar. Vagy van egy külföldi bevándorló, aki eljött, és a szabadságharcban részt vett, az ős magyar pedig igazából nem csinált semmit, hanem inkább az osztrákok pártját fogta, akkor szerintem nem az ős magyar a hazafi, hanem aki a hazáért tett. Kornél, szerinted? Szerintem is pont ez, amit mondott az Ármi meg a Samu. Pont ezek. Ugye Petőfiék küzdöttek a szabadságért. A mai fiatalok tudnak-e harcolni? Kornél? Hát szoktunk küzdeni, de igazából én még élethalál harcra még sose küzdöttem, csak ilyen kisebb meccsekre. De sejtem, hogy milyen lehetett a magyaroknak az óriási túlerővel szemben, mert nekem olyan meccseim már, hogy 2-3 évvel idősebb játékosokkal játszottam. Arra lennék kíváncsi, hogy vajon mit jelent az, hogy megküzdeni valamiért? Nézzük, Ármin, te mit gondolsz? Hát, hogy minden megtenni azért, hogy elérd, amit szeretnél, meg ha mondjuk így sport, akkor a csapatért. Nekem ezt. Samu, te tudsz beszélni az edzésről, hogy mennyi küzdelmen kell végigmennie egy csapatnak, hogy győzzön? Hát igen, rengeteg ilyen küzdés van. Az edzés nagyon fontos, hogy odaadással edzél, és akár a lelkedet is kitedd azért, hogy a csapat sikereket tudjon elérni akár a közeljövőben, vagy hosszú távon. Tehát igen, ez is egyfajta küzdelem a sportban, de hát azért teljesen más lehetett ott a szabadságharcban küzdeni, mint a focipályán. Tudja-e valamelyik kötök azt, hogy akkoriban mi volt a viselet? Hogyan öltöztek föl a tisztek? Mit hordtak magukon? Akkor azt hiszem huszárok voltak, és ilyen mindenféle díszes öltözeteik voltak, ilyen és aztán a sisakjukon, vagy a fejfedőjük pedig egy ilyen tollakkal díszített ilyen hát, süvegzésé. És milyen fegyverzetük volt? Hát én nagyon szeretem a fegyvereket, és szoktam is tanulmányozni őket. Hát ugye volt szabjájuk,
az alapvető fegyvere volt a huszároknak. Hát a lovasoknak volt pisztolya, és könnyebb karabélya, puskája. Meg ugye volt ott, akkoriban még a szuronyos puska volt a divatosabb, amit ugye közelharcra is lehetett használni, hogyha a pengét kihúzod alul, de lőfegyvernek is használták, és az is volt a huszároknak. Korábban nem említette, azt hiszem Kornél a nemzeti dalt, hogy azt Petőfi Sándor írta. Arra gondoltam, hogy most elmondhatnánk ezt a verset, és verszakonként olvasnátok fel, fiúk. Hallgassátok sok szeretettel! Petőfi Sándor, nemzeti dal. Talpra magyar, híja haza! Itt az idő most vagy soha? Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhoztattak ősapáink. Míg szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitangember, ki most, ha kell halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordtunk, ide veled, régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákéntek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket, a magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. És ezzel a végszóval zárjuk a mai gyerekasztal műsorunkat. Nagyon szépen köszönöm a három márciusi ifjamnak, Sámuelnek, Árminnak és Kornélnak, hogy itt voltak velem. Ez volt a gyerekasztal ünnepi adása. Elbúcsúzunk a hallgatóktól és a nézőktől. Sziasztok! Sziasztok!